Lebukott Szájer József visszavonulott fújt gestapózós kijelentése után Dajcs Tamás, eközben pedig még mindig napirenden van az uniós vétóvita. Mozgalmas hetet zárnak a kormánypártok. A tanulságokról Pető Péterrel és Tumpf Andrással beszélgetünk. Jó estét kívánok, és akik még jönnek utánuk, az újságíró kollégák után, itt lesz Prőle Gergely, Kondzs Zsuzsa és Kepes András is, úgyhogy érdekes, színes adásnak ígérkezik a mai, tartsanak velünk, köszönöm, hogy eljöttetek. Pont Andrással elkezdtünk beszélgetni itt a reklám alatt, hogy tehát, hogyha ezt egy filmrendező összerakja, amit az elmúlt napokban és mondjuk Szájer ügyben történt, akkor azt mondjuk, hogy hát a felét ki kéne venni, mert senki nem fogja elhinni. De most ne csak erről az ügyről beszéljünk, hanem hogyha az elmúlt napokat próbáljuk egymással összevetni, ugye indult a hét Demeter Szilárda még a hétvégén, aztán jött Szájer József, Dajcs Tamás elleni aláírásgyűjtés, bocsánatkérés, a lengyelek kihátrálása, és ugye most teljesen friss az, amit szamizdatként ír Orbán Viktor Manfred Webernek, amikor úgy fogalmaz, hogy a németek sok mindent kértek már tőlünk, magyaroktól a történelem során, de ti vagytok az elsők, akik balfácánnak is néztek bennünket, nem vagyunk azok, vagyis hogy ő nem akar meghátrálni a vétótól. Ezeket az eseményeket érdemes egy láncba fűzni, és valamit gondolni arról, hogy ez mind-mind elmond valamit a rendszerről, illetve a kormányról, vagy ez felesleges erőlködés lenne? Össze lehet fűzni, de az nem biztos, hogy nem arról mondásokat, aki összefűzi. Tehát attól még az nem bizonyosodik be, hogy egyébként mindenki tud adni egy teljes képet, hogyha úgy tekintünk rá, hogy valóban úgy van közük egymáshoz, hogy egy megtervezettség van az egész mögött, és akkor a megtervezettségnek különböző pontjait látjuk, ezt nem lehet kijelenteni. Az azonban biztos, hogy minden egyes ilyen dolog, még akkor is, hogyha véletlen, hatással van a másikra. Tehát, hogy nem független például a kormányzat és a kormányzati kommunikáció mai pillanatnyi állapota, amely meglehetősen hisztérikus, ebből a Webernek írott levélből is az tetszik ki, hogy nyilvánosan lehet, hogy zárt ajtók mögött egymás között beszéltek ilyen stílusban egymással Orbán Viktor és Weber is, ez elképzelhető. De pont fordítva szoktuk gondolni. De igen, ez kifelé szóló kommunikáció, és befelé tudjuk, az egyik romantikusabb. De hát jó, igen, de hogy nyilvánosan, nyilvánosságra hozni, ez ugye az MTI-be is lejött. Szóval én először azt hittem, hogy ez hírcsárda. Nem hittem el, hogy ez a levél, ez valódi. És utána nézett Vörös Szabolcs kollégám gyorsan, és mondta, hogy de hát benne van az MTI-ben. Tehát, hogy ez valóban, ez nem csak az Origón, egy ilyen véletlenül kamu, amit ez tényleg létezik. Tehát az mutatja azért a hisztérikuságot, és annak nyilván köze van azokhoz a botrányokhoz, amelyek kezdődött. De mert ezt amit végig soroltál. Így biztos, de azért ennél többet nem mennék kijelenteni, hogy tényleg itt valami mastermind, akár Európában a Soros, vagy bárki jól kitalálta, hogy akkor itt most mi legyen a magyarokkal. Igen, az biztos, hogy így van, hogy valójában ez nagyon szép a politikában, illetve annak értelmezésében, hogy valójában, ha négy egymástól független esemény, bármilyen tetszőleges tárgyalásba leteszünk egymás mellé, valójában mindannyian képesek vagyunk egy okokozati láncot felfedezni, akkor is, hogyha nincs közük egymáshoz, és mint ahogy az András mondta, elkezdődik, hogy van valójában közük egymáshoz, és ne következnek egymásból, de jelenleg biztos, hogy kevés tudásunk van ahhoz, hogy ezeket egybefűzzük. Ez különösen igaz nyilván a Szájer ügyre, amelynek nyilván van olyan része meg bizonyosak, hogy Szájer József ott volt és szembesített kispolgári életünkkel mindannyiunkat, mert hirtelen ultrakonzervatívnak tűnünk mindannyian egy országban, ahol ez a konzervatív párt. Úgyhogy ebben az értelemben nyilván vannak bizonyítékok vagy tények, de a nagy képből szerintem keveset lehet valóban egyes eseményekből összerakni. Az biztos, és abban én is egyetértek, hogy nagyon hektikusan néz ki a Fidesz hete. Tehát az biztos, hogyha egymás mellé rakjuk, akkor azért nagyon gyorsan érdekes reakciókat láttunk szerintem. Elsőkörben ugye Szájer József alap lemondó nyilatkozatából az következett, hogy megúszhatónak tartották egy napig ezt a történetet. Tehát, hogy nem azért megadták azt az esélyt, hogy ha nem szivárok ki. Ugye ez gyorsan semmi ment. Akkor innentől kezdve viszont sokkal gyorsabban reagáltak, mint a Borka ügynél, ha emlékszünk. Tehát, hogy ott azért sokkal több nap telt el, amíg bemérték a hatásait a Igen, Borka. Erre viszont pont a te kollégát hívta föl, nem a te kollégát, bocsáss, mert Tóta Vérped volt az, aki fölhívta a figyelmet, és igaza volt, hogy ott azért egy kampány kellős közepén történt ez. Tehát, hogyha ott leszedik a Borkait egyből, és megszólal Orbán Viktor egyből, akkor biztos, hogy Győrt átadják az ellenzéknek, és ezt nem akarták. Most itt ilyen helyzet nem volt, itt el lehetett határosodni, el kellett határolódnia. Valószínűleg befutott a századvégelem, és azért egy félnapos, háromnapos csúszás volt itt. Igen, de a gyorságban szerintem akkor is látszott, hogy azért sokkal gyorsabban és egyértelműen leszerették volna zárni ezt a történetet. De vannak olyan apróságok is közben, mint ami fölvillant itt ugye a bejátszóban is, hogy például Dajcs Tamás közben bocsánatot kér attól a Manfred Webertől, aki délutánra Orbán Viktor újra megtalál, igaz?
igaz, szerényebb retorikai eszköztárral, mint amivel Deutsch Tamás jelentkezett az első körben, de azért azt látjuk, hogy nagyon, tehát keresik a helyüket nyilván ebben a konfliktusban, és én nem gondolom, hogy bárki magabiztos lenne ebben a konfliktusban, ideértve egyébként az Európai Unió vezetőit is, ott ugye kevéssé meglepő, mert nem, ugye az utóbbi 10 évben nem nagyon magabiztosak olyan konfliktusok, amikor Orbán Viktorral találkoznak. Ami, a magyar ami, részről szerintem érdekesebb. Ami sokkal érdekesebb volt tegnap, amikor kiderült, ugye, hogy a lengyelek azért nem olyan bombabiztosan állnak a vétó mögött, mint ahogy azt eddig, egészen hétfői kommunikálták, sőt keddig. Igen, de ugye ebből a szempontból meg szerintem nagyon érdekes, hogy ugye a politikában nagyon gyors az idő, és ugye most persze beszélhetünk arról, hogy olyan erős szövetségnek tűnt, hiszen egy napon belül utazgattak szinte egymáshoz a miniszterelnökök, nagyon világos állításokat tettek, hogy csak akkor, ha és amennyiben a másik félnek is megfelel, stb. Stb. De azért nagyon sok árulást láttunk a politikában. És ugye a lengyel nemzeti érdek szerintem, tehát a lengyel politikának, ha megnézzük a stratégiát, az valószínűleg pont ugyan, mint a magyar, amit Orbán Viktor mond mindig, a lengyel nemzeti érdek az első. Tehát amennyiben el kell árulniuk Orbán Viktort ahhoz, hogy a lengyel nemzeti érdeket érvényesíthessék ebben a konstrukcióban, az érdekes ebben a történetben, hogy itt a magyar nemzeti érdek ugyanaz, mint a lengyel nemzeti érdek, sőt tovább megyek, ugyanaz, mint a német nemzeti érdek, az, hogy legyen 7 éves költségvetés, amely egy jó költségvetés számunkra, a magyarok számára is egyébként, ezt Orbán Viktortól tudom, tehát nem a kis ujjamba szopom. Legyen ez, legyen az a újjáépítési alap is, legyen arra akár hitel is, de mindenesetre pénz legyen, amit el lehet költeni arra, hogy a Covid-ból valahogy magunkhoz térjünk gazdaságilag. Ezek mind magyar érdekek is. Ezért nagyon furcsa, hogy ezt tudjuk, hogy Orbán Viktor ezt tudja vétózni, azt, ami a problémája, azt nem tudja vétózni, azt elfogadták már, és vagy hogy el fogják fogadni, az ott nincs joga vétózni. Ezért vétóz valami olyasmit, amit tud jogilag, csak éppen azzal óriási károkat okoz az Európai Uniónak és Magyarországnak. Most elment a falig, vagy még van pár lépés? Mindig van pár lépés. Mindig van részint, ez így van. Másrészt pedig én azért még nagyon kíváncsiak, szerintem nem világos még mindig az Európai Unió részéről az álláspont, tehát hogy vannak kiszólások, hogy nem tudom, ez lesz, az lesz. Én nem tartom egyáltalán kizártnak, hogy a nap végén a lengyel és a magyar kormánynak engedni fognak. Nem tudjuk, milyen árat fizetünk ezért hosszú távon, vagy milyen árat fizet ezért a magyar kormány, vagy Orbán Viktor hosszú távon, de én ennek a rövid konfliktusnak a rövid távú kimenetelét nem látom annyira egyértelműnek ebben a pillanatban, mikor itt ülünk, mint abszolút nem egyértelmű. Sőt, hát eddig úgy látszott, hogy pontosan az, amit az imént mondtam, az egész Európai Uniónak nagyon fontos, hogy legyen költségvetése, mármint ez a 7 éves költségvetés, amit elfogadtak, meg ez a jó újjáépítési alap. Ezért aztán hát az, hogy a jogállamiság, én úgy gondoltam, hogy jó, hát mivel az az érdekük a saját gazdaságunknak is, hogy ez a pénz megjön, ezért azt fogják mondani, hogy jó, akkor hagyjuk ezt a jogállamiságit. De mégse ezt mondták, az azért meglepő volt. Most az lehet, és ami tehát csupa meglepő dolog van ebben. Ugye tegnap a lengyelek belengedték azt, hogy jó, hát egy ilyen kis extra sajtpapírral ők végül is megelégednének, amire le van írva, hogy csak úgy lehet felhasználni, hogy csak a költségvetés érintő dolgokat, egyébként ez benne van az eredetiben is, de tök mindegy. Azt megkaphatták volna, és én azt hittem, hogy Orbán Viktor ezt elfogadja, majd szépen hazajön, meglobogtatja, hogy világra szóló győzelem, történelmi győzelmet arattunk, ide soha senki egy migránst be nem fog tudni küldeni Brüsszelből, megoldottuk, stb. Tök mindegy, hogy nem ez történt, senkit nem fog érdekelni, tök jól lehet sikerkommunikációt építeni rá. Engem rettentően meglepett, hogy most úgy látszik, hogy még nem ez a változat lesz, tehát ezzel nem elégszik meg a magyar kormányfő, hogy mi van a tarsójában, milyen ütőkártya, amivel ő meghátrálásra fogja kényszeríteni, nyilván a vétó. De meg nem tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy a többiek csak az arcukat nem adják ehhez, tehát valószínűleg nem biztosan tudjuk, hogy Orbán Viktor azért többet tud a többi ország szándékáról, mint magunk. Tehát, hogy a dél-európai államok valójában igen, milyen gyorsan szeretnének pénzhez jutni a minden áron. Hogy Angela Merkelnek mennyire fontos az, hogy ne bohóckodjon ő a lengyel és a magyar kormány, és nem akarja már semmi egyebet, mint hogy úgy hagyni Németországot az utódjára, hogy ő ezeket az ügyeket tovább vitte és lerendezte. Tehát valójában nem tudjuk, hogy azokat az egyéni szándékokat mennyire mérik föl jól. Innen kívülről nézés az én pozíciómon ma, amennyit tudok, azt gondolom, hogy Orbán Viktor most túl messzire ment. De én azt mondom, hogy ez nem jelenti azt, hogy holnapra, mire fölkelünk, nem derül ki ennek az ellenkezője, és nem hátrál meg ugyanúgy az Európai Unió. Tegnap volt azért, a lengyelek tárgyaltak Brüsszelben, a magyarok nem. És a lengyelek utána ugye hát egy nagyon finom nyilatkozatot adtak, hogy kompromisszumkészek vagyunk, sokkal fontosabb az egész Európai Unió. Lengyelországnak. Ha a lengyelekkel letárgyalja az Európai Unió, Orbán Viktor nem marad mozgásteret. Tehát annyi a kérdés, hogy a lengyeleknek szerintem egy vétója még van. Igen, tehát, de szerintem akkor fal van. Tehát, hogy az a fal. Az biztos, ott nincs tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ha beszorul az akkor kilépés az unióból. Tehát akkor az tényleg az elindulás a kilépés felé. Ami egyébként szintén, ha már meglepő dolgoknál tartunk, ugye ma elhangzott, ugye azok is hamar kapnak vakcinát, kiléptek. Igen. Én azért kíváncsi lennék arra a tárgyalási pozícióra, amikor Magyarország a vakcina versenybe beszáll a 10 milliós piacával, ugye a többi országgal szemben, és milyen áron tudja egy 10 milliós ország tárgyalni. De ugye ez már egy olyan mondat, amit nehezen tudunk értelmezni. Még egy dologban térjünk vissza a Szájer ügyhöz is, mert hogy ugye
Török Gábor is arról beszélt, hogy jó, itt most az ellenzéki szavazók kiegyszerűdnek, ezzel meg készülnek, ami meg, de a fő kérdés az, hogy a fideszes szavazótábort ez hogy érinti. És ezzel kapcsolatban ugye mindenki Bajár Zsolt szavait emlegeti, én viszont most Bogár László szavait hoznám ide, aki ugye úgy fogalmazott ebben a bizonyos hírtévés műsorban, hogy a Borkai úgy után is azt mondtuk, hogy alaposan meg kell vizsgálni a kérdést, viszont úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült elég alaposan megvizsgálni. Úgy fogalmaz, hogy hát ennek a kockázatát 30 éve tudjuk Jóskával kapcsolatban, és nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük ennek a kockázatát. Ugye az ennek alatt ezt most nehéz lenne egész pontosan definiálni, de bizonyos olyan információk, amik a Fidesz kormányra nézve károsak. Mi a konklúzió ezek után vajon a Fideszen belül, illetve a szavazótáborban? Ez kb. 2 hét, amíg már tudunk már valamit mondani róla tényleg, úgyhogy akkor majd biztos elkészülnek a következő felmérések, addigra már látni fogjuk, hogy valamit csökkentve a kormánypárt, és most nyilván mindenki mérni fogja, hogy a törzsbázis az hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá. Én először úgy gondoltam, hogy megingathatatlan, tehát hogy az a 1,5 millió az valószínűleg tényleg megingathatatlan, aki a törzsbázis képezi. Na de 1,5 millióval azért nem lehet választást nyerni meg 2/3-ot, úgyhogy azért az kell még az 1,3 millió pluszba, aki azért a Fideszre szavazott, de nem a törzsbázis része. Náluk, és nem csak náluk vettem észre egyébként, hanem törzsbázis tagjainál, akik kitartottak a Fidesz mellett, sőt korábban az MDF, mert mindig a jobb oldalon voltak, és abszolút érdekorientáltak, hogy azért ennek ez nagyot ütött. Tehát én nem számítottam rá. Tehát én azt hittem, hogy majd meg lesz az magyarázva, el is kezdték, hogy a gonosz titkos szolgálatok ráutaztak a szájára, és az a vétó miatt Magyarországot támadják, stb. Tehát a szokásos narratívát, és azt hittem, hogy ez elég lesz. Úgy látom, hogy mindenhol ez nem volt elég. Mondom, még nincsen ennek felmérési háttere, amit most mondok, lehet, hogy nem ez fog beigazolódni, de én most engem meglepett legalábbis az, hogy törzsbázison belüli emberek jó, is és a Fideszen belül, tehát hogy ilyenkor elhangzik egy olyan ukáz zárt körbe, hogy akkor kicsit vissza kéne venni a jaktozásokból, meg a bulikból. De könyörgöm, tehát hogy az érdekes, viszont az a legfontosabb, hogy az inkonzisztencia már olyan erős, tehát az ellentmondás már olyan erős a képviselt, tehát a megépített kép és a mindennapi életük, illetve egyéni stratégiai céljaik között, hogy egy ponton már nem tartható össze, és ezért nem lehet külön értelmezni a Szájer ügyet, szerintem a Borkai ügytől, Simonkától sorolhatnánk. Egyszerűen azért már rakódnak egymást, tehát valójában azt szoktam mondani, hogy kicsit olyanok, mint a tűzszerészek, amikor a Fidesz bázisról, vagy legalábbis arról a részéről beszélünk, amit András is említett, valójában nem a 1,5-2 milliós törzsbázisról, ami akkor is lesz, ha bármi történik, hanem arról a mozgatható több százezer, vagy nem, legalábbis nem a mindenen túl is hűséges szavazóról, amelyikről elképzelhető, hogy lekopik erről a táborról, hogy vágatogatom a drótokat, hogy melyik nem robban, egyszer fölrobban, és igazából ezek rakódnak egymás, és egyre nagyobb az esély, hogy robban, és ami nagyon fontos... A kérdés az, hogy ez a bukási spirál, ez beindult-e, én azt hiszem, hogy nem, de ez tényleg napokon belül fog kiderülni. Bajer Zsoltnak ugye sok mondatát idézték, de volt egy nagyon érdekes, hiszen nagyon fontos mondata, meg gondolata, amiről érdemes beszélni, és politikához hozzátartozik, azt kezdte elfejtegetni, hogy egy ember élete nem alkalmas arra, hogy az általa az összes értéket, amiben hisz, azt végletesen képviselje. Tehát, hogy mindennek 100%-osan megfelel, mert azokat bibliai hősök, akik erre képesek. Tehát, hogy nem, én is sokat beszélek a Facebookra, de ott a Facebookon vagyok, hogy én teljesen károsnak tartom a világra. Tehát nem vagyunk képesek egységesen képviselni az összes elvet, amiben hiszünk, vagy amiért szeretnénk dolgozni. Csak nagyon hogy, szeretem, mikor Zsolt nagyon megérte, az általában sajnos csak egy irányba szokott úgy megtörténni. Kell, de mondjuk a szájrűnyi szemény, ez nagyon szép, ugye ez azt mondja, mintha egy keresztény elveket valló családban megbotlik az apa, most nevezzük így teljesen minden, most csak a példakedvéért mondom, és sajnos egy másik nővel lesz egy szeretői kapcsolata. És ezt egyenértelműen tekintjük ma azt, hogy 25 vagy 20-nál több fővel rendezett, droggal is meghintett házi bulin vagy orgián vesznek részt. Tehát, hogy egyszerűen olyan mértékben csúsztak el azok az értékkeretek, tehát megvan az alapelv, amiről ennyiben, beszél. Ennyiben egyébként nem csak az értékkeretek, hanem a szavaknak a súlya és értelme is, tehát hogy ennyiben viszont ide tartozik a Demeter Szilárd ügy is. Tehát az, amikor a Auschwitzhoz hasonlítjuk azt, hogy itt most vannak nemzetállamok, amelyekkel ugye mi saját magunk szövetségbe akartunk lenni, azért vagyunk velük szövetségbe, és nem értenek velünk egyet valamiben, ezt Auschwitzhoz hasonlítjuk, akkor ugyanúgy nincs értelme a szavaknak. Végletesen szembe kerültek a képviselt, vagy a mondott értékek és az életük. Tehát hogy ez sok helyen már nagyon szembe került sajnos egymással. Ezt a témát fogjuk folytatni, és most Prőleg Gergellyel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szívesen.